Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt az Ultrahang stúdiójában nagy tisztelettel köszöntöm Fritz Tamást, aki politológus, filozófus, közgazdász, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is. Egy kicsivel több, mint egy hónap múlva európai parlamenti választások lesznek. Sokan azt mondják, hogy ez nem is arról szól már, hogy jobb oldal vagy bal oldal, hanem arról szól, hogy globalisták, antiglobalisták, európai egyesült államokban vagy nemzetállamokban gondolkodók. Ugye ön is nagyon sokat használt az európai egyesült államok kifejezést, amit valaki így értelmez, valaki úgy, sokszor politikai meggyőződés szerint is van ez, illetve a még máshogy értelmezi talán ezt egy francia, meg egy német. De hogy áll most az európai egyesült államok építésének a terve? Hát én szerintem most egy olyan időszakban érkeztünk az Európai Unió, hát most már idestóval 70 éves történetében, ami persze először európai szén és acélközösség volt, meg sok minden neve volt, ezt most hagyjuk, nevezzük egyszerűen uniónak, így a 70 év hávatában is. Szóval szerény meggyőződésem szerint most van a legnagyobb szándék és támadás a brüsszeli elit részéről abban a vonatkozásban, hogy meg kell csinálniuk ezt a bizonyos Európai Egyesült Államokat, ami egyébként pontatlan kifejezés valahol, mert ugye az Egyesült Államok mintájára mondjuk ezt, hogy körülbelül ugyanaz a tervük, mint hogy legyen egy ilyen Egyesült Államok-szerű föderalista berendezkedés, de egyébként a legfrissebb elképzelések, és azért mondom, hogy ezek elég durva átalakítási elképzelések a brüsszeli elit részéről, ezek bizonyos értelemben már szerintem az Amerikai Egyesült Államokon is úgy túllépnek, hogy azért az ottani államoknak van azért maradt még bőven önálló jogkörük, bizonyos dolgokban önállóan tudnak rendelkezni, bírósági ügyek, büntetőjog, és így tovább. Tehát van egy bizonyos önállósága az államok. Az 50 államnak azért van egy bizonyos önállósága, ezzel együtt ez egy föderális szövetség. Itt még ennyi sem lenne? Igen, arra gondolok, hogy, és azt látom, az információim arról tudósítanak, hogy itt még talán ennél is keményebb birodalmi típusú berendezkedés, centralizált berendezkedés az elképzelés. Lényegében véve egy konkrétumra utalnék, hogy egy pár héttel ezelőtt a PISZ, tehát a Jogegységesek Pártja EP képviselői, meg a belga Vams Belag, remélem jól mondom a nevüket, együtt tartottak egy ilyen szűkebb gyűlést, ami egyébként nyilvános volt, és tudósítottak is róla, és abban arról beszéltek, hogy a háttérben egy nagyon erőteljes tervezés zajlik már elég régóta, hogy átalakítani az Európai Uniót gyökeresen, méghozzá tényleg a szuperföderális, szupranacionális irányba. Ezt kik tervezik? Tehát ugye nyilván az Európai Unió struktúrái is elég bonyolultak, de hát nem mindegy, hogy az Európai Parlamentben gondolkodik erről egy-két képviselő, vagy akár az európai nemzetek vezetői beszélgetnek erről. Igen, ez szinte mind a három benne van, de az Európai Parlament és az Európai Bizottság áll itt azért előtérben. Tehát a Ursula von der Leyen, aki szintén híve ennek a szuperföderális elképzelésnek, nagyon nagy híve, mondhatjuk nyugodtan, és az ő körülötte lévő emberek, akik a biztosok egy jelentős része, tehát ez az Európai Bizottság, a tanácsnokok, van ott sok ilyen belső szakértő, meg ilyesmi, akik elkötelezett hívei ennek a bizonyos centralizált Európai Uniónak. Az Európai Parlament pedig hát elég látványosan mutatja ezt a szándékát, tehát azt még úgy jobban látjuk. A bizottságra nem mindig látunk rá, de hát a parlament az állandóan hoz határozatokat, iránymutatásokat, és azok a részkérdések, amiben megszólal a migrációtól kezdve mondjuk LMBTQI, vagy Magyarország megítéléséig, vagy korábbi Lengyelország megítéléséig, ezek ők azért elég nyilvánvalóan az irányba mozognak, és mozgatják a bizottságot is, hogy most már aztán elég ebből, hogy itt kilógnak országok a sorból, be kell őket a sorba állítani, Magyarországot, a volt Lengyelországot, esetleg másokat, most éppen talán Szlovákiát, és ők ezt ugye nagy látványos határozatokkal be is mutatják. Tehát itt már látjuk ezt a két fő, tehát a bizottság
és a parlamentnek a fő, a mainstream irányzata. Hát nyilván vannak a, ugye a euroszkeptikus irányzatok, szuverenista irányzatok, de hát kisebbségben természetesen. Úgyhogy én itt látom elsősorban. És nagyon kemény mondatok hangzottak el ezen a PiS Vlaamsbelang féle összejövetelen, hogy valaki úgy fogalmazott, hogy egy alkotmányos állam csínyre készül tulajdonképpen ez a bizonyos globalista irányvonal, és hogyha úgy alakulnak ugye az eredmények számukra kedvezően június 6-9 között, akkor bele fognak ebbe vágni ebbe a történetbe. Részben már bele is vágtak persze, mert már most is látható, hogy sietősen bizonyos dolgokat már el akarnak intézni, ilyen például ugye a migrációs paktum, amit az EP már is fogadott, most már csak az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, bizonyára még erre sor fog kerülni június 9-éig. Úgyhogy valahol itt találjuk meg ezeket az erőket. Na most, tehát a válaszom az, hogy most van talán a 70 éves, EU 70 éves történetben a legnagyobb veszélye annak, hogy az uniót átalakítsák ebbe a bizonyos, így mondanám talán, hogy birodalmi irányba, mert ez fejezi ki a legjobban ezt. Szóval ez az Európa Egyesült Államoknál is szigorúbb valami lenne, amelyben lényegében véve az Európai Bizottság átalakulna egy európai kormánnyá, ami sose volt, ez nincs benne az alapszerződésekben, de kormánnyá, amelyben esetleg a bizottság elnöke egyfajta kormányfővé válik, miniszterekkel és egyértelmű hatáskörökkel, amelyek a tagállamok fölött olyan kérdésekben is döntéseket hoznak, amik eddig egyértelműen a tagállami hatáskörbe tartoztak. Tud erre példát mondani? Hát hogyne, itt a külpolitika például az egyik legelső történet, amelyik ugye látható, hogy borzalmasan zavarja ezt a bizonyos globalista vagy brüsszeli elitet, hogy nem tudják, ugye vannak akadékoskodó országok, Magyarország természetesen, és Orbán Viktor, aki időnként próbál élni ugye a még létező vétójoggal, ami egy külön téma, hogy meddig létezik, mert az is a tervek között van, hogy ezt meg akarják szüntetni. Hogy hogyan lehet ezt, azt egyelőre ugye nehéz elképzelni, mert az alapszerződésekben ugye benne van. De hát azért látjuk, hogy elég nagy fantáziája van a bizottságnak is, meg a parlamentnek is, tehát nem nagyon, ha valakik nem követik a jogállamiság és a jogi elveket, hát azok éppenséggel pont ők. Ez, hogyha egyszer valaki nem vétózná meg, hogy eltörőjék a vétót, akkor eltörölnék a vétót? Hát tulajdonképpen valahogy ez egy elég jó megfogalmazás. Igen, tehát én szerintem valamilyen szinten arra törekednek, hogy hozzanak létre egy olyan helyzetet, amikor olyan kényszerhelyzetbe hozzák a 27 tagállamot, hogy nem lesz egy se, aki ellene menne. Hát ugye természetesen egyelőre mi úgy gondoljuk, hogy Magyarország ennek mindig ellen el fog állni, a vétójogért ragad, ezt mindig minden magyar politikus elmondja, hogy azt nem. Ez rendben van, csak hát ugye még egyszer mondom, hogy azt látjuk, hogy a jogkövetés, a jog tisztelete, a jogállamiság tisztelete ebben az elitben már régen nem létezik. Na most ezért aztán ugye jönnek a fantáziák, hogy hogyan lehetne kikerülni. Eddig is kikerülik ugye módon, hogy lejjebb viszik a döntést. Tehát már van egy ilyen technika, hogy amit azért illene, vagy adott esetben jogilag is kellene tehát konszenzusosan eldönteni kérdéseket, azokat valamilyen technikával lejjebb viszik egy szinten, ugye, és akkor a valamelyik miniszterek tanácsa dönt arról, így volt pontosan a migrációs ügyben is. Tehát ilyenekre lehet gondolni, hogyha vagy hogy létrehoznak új intézményeket, mint az Európa, vagy létrehoznak új intézményeket, mint az Európai Ügyészség és más intézmények, amikhez akkor csatlakozhatnak önkéntesen, aztán majd meglátjuk, hogy még milyen jogkörökkel ruházzák fel. Ez se rossz ötlet, igen. Majd most ötletelünk az ő oldalukról. Így van, az Európai Ügyészség is egy ilyen nyomásgyakorlás igazából, hogy lépjetek be, ha nem léptek be, akkor ti ilyen számkivetett, szerencsétlen tagok vagytok, akik nem vagytok képesek csatlakozni a döntő többséghez, amelyik ezt elfogadja, és igen, vagy például itt van az Európai Unió Bírósága, amelyik gyakorlatilag így az évtizedek során magához rendelte az európai jogot, és ugye valamikor 63-ban volt két ügy, onnan indult az Európai Unió Bíróságának
az a menetelése, ami aztán eljutatott bennünket odáig, hogy most már az Európai Unió Bírósága, annak a döntései ugye kötelező érvényűek a tagállamokra, holott ennek sose volt egyébként egy ilyen megállapodásszerű elfogadása, hanem ilyen szokásjogszerűen, ez egy hülyeség mondani, hogy szokásjog, milyen szokásjog az, amit az egyik fél azt mondja, hogy na mostantól így lesz, de valami ilyesmi történt, hogy magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a döntéseiket valamilyen szinten bizottsági segítséggel, nyomásgyakorlással, de végül is kötelezővé tették az adott országok számára. Mondom, ez 63-mal indult, és most már oda jutottunk, ugye, hogy az Európai Unió Bírósága valóban gyakorlatilag tehát az európai jogot a nemzeti jogok fölé emeli. Ez még mindig nincs deklarálva, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ez valahogy így működik. Tehát egy ilyen sokáig lopakodó hatalomkoncentráció volt a jellemző. Én úgy látom, hogy most már nem annyira lopakodó. Tehát most már szerintem rövid időn belül még jobban elő fognak állni a farbával, és azt fogják mondani, hogy újra kell szerkeszteni az alapszerződést, azt fogják javasolni, ha nyernek a választásokon, akkor biztos vagyok benne, meg a jelek azt mutatják, ezek az urak is, például Richard Legutko, aki egy nagyon okos lengyel képviselő, EP képviselő, és a PISZ-hez tartozik, rendkívül kemény nyilatkozott erről ezen a tanácskozáson, hogy itt valami olyan háttérmunkák zajlanak, amelyek tulajdonképpen rémisztőek a jövőt illetően az EU szempontjából, meg hát természetesen mi magyar emberek szempontjából is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyébként, hozzá kell tennem, hogy ezt most nem így találták ki, tudni, az Európai Unió kezdetét, tehát úgy indult az egész európai integrációs folyamat, hogy a legelején az alapító atyáknak jelentős része, nem mindenki, de jelentős része, főleg azok, akik nem kötődtek kormány pozíciókhoz, tehát egy nemzetállamot nem képviseltek, hanem azon függetlenül, főleg például Jean Monnet, aki egy ilyen világpolgár volt, egy globalista figura, aki bejárta a világot, és még Rooseveltnek is volt a tanácsadója, de egyébként konyakkereskedő volt kezdetben, és nem akarok ebbe elmerülni, de ez a Jean Monnet, ez mindenhonnan támogatást kapott azért, hogy olyan legyen már kezdetben az Európai Unió, amelyik bizony föderális, szupranacionális, és a tagállamokat egyszerűen a háttérbe szorítja. Tehát Magyarországon sajnos a jobb oldalon is, vagy nem szeretem ezt a szót, hogy jobb oldal, a nemzeti szuverenista oldalon is van egy ilyen tévképzet. Sokszor hallja talán ön is, szerkesztő úr, hogy térjünk vissza az alapító atyánkhoz. Na most ez tévedés. Szeretném mondani, de nem először mondom, le is írtam sokszor, kicsit már fáradtan írom le, mert én erről írtam egy könyvet, az Alapjogi Központ kiadta a könyvemet, ezeket megírtam, tehát hogy ez a Jean Monnet, Max Kornstam, vagy a feketeöves kommunista Altiero Spinelli, hogy mondjak egy ilyen nevet, Harry Spaak, és akkor még tudnék mondani neveket. Ezek mind-mind már akkor egy erős globalitásban, sőt, ők már világkormányzásban is gondolkodtak, melynek része lesz tulajdonképpen az Európai Unió centralizált, szuperföderális felépítése. Más dolog az, hogy viszont nem sikerült nekik teljesen, hanem egy ilyen kompromisszumos megoldás született annak idején, ott ugye az ESZAK megalakulása után, mert létrejött egy bizottság, és annak Jean Monnet lett egyébként az elnöke néhány évig, és létrejött egy ugye delegált tagból álló parlamentszerűség, és létrejött a miniszterek tanácsa, tehát az alapképletek már megvoltak, de akkor nagyon erősen a Jean Monnet-ék akarták nyomni ezt a föderalista irányt, de elakadt a folyamat. Azért, mert a nemzetállamok vezetői azért még ebben nem tudtak belemenni. Tehát azt mondták, hogy mi azért ilyen gyorsan egyrészt nem akarunk haladni az integráció felé, ez így nem megy. Kettő, nekünk felelősségünk van a nemzetünk, a állampolgáraink felé, a honpolgáraink felé, tehát nyerni akarunk a választásokon, és ez annyira túlfűtött volt ez a gondolat a globalisták, de Jean Monnet-ék részéről, hogy ennek bizony ellenálltak, és ennek az egésznek egy ilyen kompromisszumos variációja alakult ki, majd 54-re ez a folyamat igazából kudarcot vallott, már ez a globalizáció, ez a föderalizációs irányvonal, és akkor utána van az a szakasz, amikor a római szerződés létrejön 57-ben, és lényegében a közös piac megalakul,
amelyik már sokkal inkább azért a tagállami szuverenitásra tekintettel volt, és ez a szakasz tartott egészen a Schengeni Egyezményi 92-ig, amely már mutatta ezt a szándékot, hogy irány a föderalizmus, de azért még bent tartott egy csomó féket a rendszerbe, főleg a vétójogot, a konszenzus elvet. És most jutunk el oda, most tényleg csak nagyon röviden, egy ilyen 70 éve távirati stílusban, ezt erről mondom, hosszan, nagyon hosszan lehetne beszélni, részletkérdések, De Gaulle szerepéről, aki nagyon ellene ment ennek az egésznek, nagy meccseket vívott, mert ő védte meg a vétójogot egyébként. Azért jó, hogy volt De Gaulle akkor, és nem mondjuk más volt akkor a francia köztársaság. Ez egyébként így van, ő egy abszolút nemzetállami, a nemzetek védelmére. Ha most Macron lett volna, akkor tudom, nagyon történelmietlen, de ha Macron lett volna ott, akkor is hasonló döntés született volna a francia aspektusból kiindulva, hogy Macron már jóval globalistább, mert nagyon ellentmondásos a Macron. Ez most csak egy zárójel itt ebben. De jó kérdés, nagyon. A Macron, én amennyire a Macront fel tudom mérni, a kezdeti lépéseit, ahogy honnan jön, mik a szándékai, milyen tanfolyamokon vett részt, tudnék erről mesélni. Macron abszolút nem állt volna ellen a 60-as évek közepén ennek a bizonyos törekvésnek, hogy akkor az Európai Bizottság, mert akkor is már ez volt a tét, egy úgynevezett Walter Hallstein nevű úr volt akkor a bizottság elnöke, aki kőkemény föderalista volt, és bizony ő már át akarta vetetni a jogokat a bizottság felé, és valami hasonlót gondolt, hogy legyen egy ilyen kormány a bizottság, és akkor jött az üres székek politikája, De Gaulle ugye azt mondta, hogy akkor nem ülök le a miniszterek tanácsába, meg az Európa tanácsba se, hanem már kiszállok a dolgokból. Tehát egy nagyon nagy meccs volt köztük. Ez biztos meggyőződésem, hogy Macronról való eddigi tudásunk alapján erről szó sem lett volna, ő ezekbe abszolút belement volna. Jó, mert Macron, ugye azt tudjuk róla, hogy ő beszélt a stratégiai szuverenitásáról az Európai Uniónak, de hát ez nem azt jelenti, hogy egyébként az Unión belül ne akarná ő azért ezt a föderális megoldást, simán ezt akarja, ő globalista, és akkor tegyük hozzá azt, hogy ő egyébként a Rothschild bankházból indult, ami azért az ilyen indulások azért nem mindegyek, és azért piszok gyorsasággal lett belőle miniszter a Hollande kormányban. Hát és hirdetésben kereste még a jelölteket utána, később emlékezhetünk, Magyarországon is van most hasonló helyzet, igen. És sok ilyen hirtelen felbukkanó politikus forgatókönyvéhez nagyon hasonlítanak itt különböző történet. Így van, mert hát végül is egyébként nem tudott más csinálni, hiszen valójában tényleg nem voltak meg az emberei, mint ahogy most Magyar Péternek sincsenek meg, nyilván így pak, nem jönnek ezek az emberek, tehát ezt valahogy meg kell oldani. Még érthető is egyébként, bizonyos értelemben, mert másképp valószínűleg ez talán nem is megy. Egy a lényeg, a válaszom röviden az, hogy Macron alapvetően globalista figura, már csak azért is, és ezt engedje meg szerkesztőről, hogy hozzátegyem, mert a Világgazdasági Fórum, tehát a WEF, tehát a World Economic Forum tanfolyamán ő is részt vett. Ugye, erre mondjuk, hogy az a Orbán Viktor meg Putyin is részt vett időnként. Meg. A Putyin részvétele az továbbra is kérdéses, mert ő ezt tagadja egyébként. Nagyon fontos emberek vettek részt ezen a... De ezeknek a jelentős része, akik részt vettek, tehát miről beszélünk, hogy a kedves hallgatók, ha nem tudnák, a 92-93-ban a Világgazdasági Fórum a globalista elit zászlós hajója, mondjuk ki most már nyíltan, most már az egy jó ideje, elindított egy úgynevezett Global Leaders for Tomorrow nevezetű tanfolyamot, érett politikus, félig befutott, vagy befutott politikusok számára, Barrosótól kezdve, nagyon sok nevet lehet mondani, Angela Merkelen át, Bill Gates-en keresztül rendkívül nagy nevekkel, és ez tartott 2004-ig. Ebben több száz ugye, ember kevett részt. Valóban Orbán Viktor is részt vett ezen. Ez tény, de azt tegyük hozzá, hogy ettől nem kell most hirtelen megrendülnie, vagy megrezzennie mondjuk a nemzeti beállítottságú embereknek. Azért nem kell megrezzennie,
mert mindenki vegye figyelembe, hogy akkor még a liberális internacionális tagja volt a Fidesz. Egy, kettő, nagyon sok ember, hát nem nagyon sok azért, de bizonyos emberek ezt a globális tanfolyamot arra tudták felhasználni, hogy megismerjék a globális elit céljait. Sorben Viktor azóta sem etett velünk tücsköt, vagy nem tudom most mi az igazatos. Tehát, hogy azt is meg kell nézni, hogy mit csinál, és mennyire valósítja meg azt a programot, amit Klaus Schwab közben és ez a kulcs. Tehát ön fiatal ember, mint tudom, engem is be akartak a kiszbe kényszeríteni. Egyébként én véletlenül nem léptem be, volt elég bajom belőle, de mondjuk a legtöbb embernek muszáj volt. De attól még nagyon jól tudjuk, hogy valaki nem lesz kommunista, hanem az, hogy belenéz, nagyon kösz szépen, sziasztok, ciao. És ez azért így volt a Kádár korszakban, én már vagyok olyan idős, hogy ezt én tudom, hogy zajlott. Csak azért mondom, Orbán Viktor megismerte a globális elitet, és szerintem kőkeményen szakított velük, elvileg, ideológiai értékben, és majdnem azt mondom, hogy hasznosítani tudja ezeket a tudásait. Szerintem így fogjuk ezt fel, hogy látszik rajta, hogy érti a folyamatokat, a világ folyamatait, és lehet, hogy például ezért is érti ilyen jól az egyébkénti felkészültsége és tudása és zsenialitása mellett, amik azt hiszem nem megkérdelezhetők, hogy egy igazi komoly államférfiről van szó. De ez a globális tanfolyam elvégzése, ez lehet, hogy számára egy olyan többlet tudást okoz, amit most is, mai napig is tud használni. Szerint én ebben biztos is vagyok egyébként, és ez az ország javára tudja kamatoztatni. De Gaulle elnyitottunk egy zárójelet, úgyhogy a távirati történeti áttekintés az meg ide mennék. Igen, hát ugye De Gaulle megmentette a vétójogot, és akkor egy ilyen született egy 66-ban egy ilyen luxemburgi kompromisszum tulajdonképpen, így nevezték el, ami arról szól, hogy azt mondták, hogy a döntések akkor érvényesek, hogyha minden tagállam számára elfogadható az a döntés, de ha egyiknek nem, akkor élhet azzal a lehetőséggel, hogy akkor ez nem magára nézve nem érvényesíti, és akkor ő ebből kiszáll, ebből a történetből. És ez azóta is érvényes ez a konstrukció, és én azt gondolom, hogy most az a veszély, hogy tudják nagyon jól a globalisták, hogy nevezem most egyszerűen így őket, hogy ez egy kulcskérdés, hogy ezt a vétójogot valahogy ki kell iktatni a rendszerből, mert amíg benne van, addig tényleg azért nehezen érik el a céljukat. Na most mivel mondom, most ismétlem magam, hogy a jog iránti tiszteletük, a jogállamiság iránti tiszteletük szerintem lenullázódott, ezért attól kell félnünk, hogy bizonyos ön is mondott ötleteket, ne adjunk nekik túl sok ötletet, de hogy ez elképzelhető, hogy egy nagyfokú ősztől egy nagyfokú attakot fognak indítani a szuper föderális Európa megteremtése érdekében. Ugye sokszor azt halljuk, hogy a cél szentesíti az eszközt, és mivel olyan renitens országok, mint Magyarország, meg mint amikor ebben Lengyelország volt, most nyilván más a helyzet, megakadályozzák a korrupcióval való leszámolást, meg Európa fejlődését, meg a jogállam működését, ezért van szükséges a változtatásokra, mert én sem akarok tippeket adni, de biztos vagyok benne, hogy nagyjából ezek lesznek az indokok. És bennem az fogalmazódott meg, hogy ugye említette Ursula von der Leyen nevét, hogy Juncker után azért mindenki nagy várakozással tekintett, hogy esetleg lesz valami normális bizottsági elnöke Európának. Orbán Viktor maga is részt vette abban, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke legyen. Viszont azt látni, hogy minthogyha a Brüsszel így beszippantaná a legjózanabbnak tűnő politikusokat is, és ha valaki uniós biztos lesz, vagy a bizottságban kezd el dolgozni, akkor onnantól valahogy máshonnan fogja szemlélni a dolgokat, és rájön arra, vagy így hirtelen megvilágosodik, hogy sokkal jobb lenne erőből lenyomni az Európai Uniónak a különböző dolgokat, mint hogy most itt a nemzetállamok már megint akadékoskodjanak. És látható egyfajta összefonódás a szuverenisták és a globalisták között. Ugye Giorgia Meloni példáját látjuk, hogy annyira el van adósodva Olaszország, hogy hiába akarna ő egy önálló politikát folytatni, mégis másként nem. Hogyan lehet ezt az egészet kezelni, és így ebből a szempontból hogy látja az európai parlamenti választásokat? Nagyon bonyolult ügy ez valóban, mert elvileg ennek a két irányzatnak tényleg
óriási távolsága van egymástól, egy óriási törésvonal, tehát elvileg nem logikus, hogy tudnak együttműködni. De azt hiszem, minden egyes helyzetet külön-külön, szinte minden egyes személyt érdemes külön elemezni, akik ebben a dologban, a globalista és szuverenista törésvonalban találnak valamilyen középutat valamiért. Például Meloninál. Meloni egy sajátos helyzetben lévő, tudjuk, hogy az olasz gazdaság eladósodott, kutyakeményen, tudjuk azt, hogy gondban van, tudjuk azt, hogy rászorul az Európai Központi Banknak a bizonyos fajta támogatására, rászorul az Európai Unió gazdasági támogatására, államkötvények vásárlása, és így tovább. Tehát van egyik oldalon egy ilyen kényszerítő erő. Másik oldalon Meloni valóban egyébként antiglobalista, és Orbán Viktorral is jó viszonyt ápolt. Reméljük, hogy ápol is, most még úgy néz ki, hogy ápol, és reméljük, hogy így is marad. De neki kettős érdekei vannak, és tehát nem olyan tiszta a helyzet, mint a miénk. Tehát ugye nálunk egészen egyértelmű, hogy nem sok olyan dolgot találunk. Mi meg se kaptuk a recovery fundot, és így egy kicsit. Hát pontosan, és ráadásul, hogy egy picit ijeszgessek, olyan információk is jutottak a birtokomba, ez mind az alternatív média világából jön, persze nem a hivatalosból, mert onnan nem kapunk, hogy már azon is gondolkodnak a brüsszeli elit tagjai, hogy majd a kohéziós alapból járó szokásos pénzeket is hozzákötik mindenféle kibővített jogállamisági követelményekhez. Tehát az a veszély is fennállhat majd, hogy már tulajdonképpen a legalapvetőbben járó pénzeket is majd esetleg meg visszafogják, visszatartják, és akkor már tulajdonképpen egy bizonyos értelemben lehetetlen helyzetbe hoznak bennünket, mert akkor felteszi az ember a kérdést, hogy akkor miért is érdemes már maradni egyáltalán. Miért érdemes befizetnünk nekünk? Igen, ha nem kapunk vissza semmit. Így van. És ez már ott van a háttértervekben egyébként. Most itt nyilván ebbe... Na, visszatérve Melonira, Meloninál van egy nagyon érdekes dolog, amit talán kevesen tudnak, hogy a választások előtti évben ő belépett az Aspen Institute-ba. Az Aspen Institute arról meg azt tudjuk, hogy egy globalista intézmény, ahogy soroljuk ugye a globalista intézményeket, hogy Bilderberg, Tripartit Bizottság, és így tovább, Külkapcsolatok Tanácsa, Európai Külkapcsolatok Tanácsa. Na most az Aspen Institute is egy globalista intézmény, kettő nagy célja van, az egyik az eugenika megvalósítása, tehát egyfajta népességcsökkentés, és a másik pedig a háború Oroszországgal szemben annak a mindenáron való tovább vitele. Ezt csak ezért mondom, hogy belépett oda az Aspen Institute-ba Meloni. Ezek csak azért mutatnak bizonyos dolgokat. Tehát ha belépek egy ilyen intézetbe, valamiért belépek, tovább tudnám bonyolítani, hogy voltak is érdekes hangok olyanoktól a választások előtt, akiktől nem gondoltuk volna, például Manfred Webertől ilyen kedvező hangokat is megütött Melonival kapcsolatban. Ursula von der Leyen ugyan előtte mást mondott, hogy ha az olaszok nem úgy döntenek, ahogy mi azt szeretnénk, és Melonit megválasztják, akkor már jól megkapják a magukért. De voltak ellenkező hangok is a brüsszeli elit részéről, amelyeknek támogatólag léptek fel. Tehát én szerintem ez egy elég bonyolult ügy, amelyben ha többféle érdek ütközik, na akkor kialakulhat egy ilyen globalista, szuverenista vonalban valahol az egyikben ide helyezkedem, mert a migráció ügyben az is bonyolult, ugye, természetesen le akarja állítani Meloni, de ugyanakkor meg azért ő szét is szeretné osztani az államok között, tehát itt se olyan egyszerű a helyzet, tehát nem fekete-fehér a világ. Valóban. Meg egyébként más az olasz üléspontból adódó álláspont, és más a magyarból, tehát nyilván csak, igen, hogy van-e olyan minimum, mondjuk egy antiglobalista minimum, amiben meg egyet lehet érteni. Egyértelműen az látszik, hogy egyet tud érteni Meloni és Orbán Viktor abban, hogy ne legyen szuper európai állam. Tehát ezt Meloni is azt mondja, sőt most nemrég nyilatkozta, hogy át kell alakítani az Európai Uniót, de nem úgy, ahogy ők akarják, hanem tényleg inkább a szuverenista irányba. Tehát azért az EU-val kapcsolatos jövővel összefüggésben ő abszolút szuverenista, tehát ez egy jó dolog, ez egy nagyon pozitív dolog. Itt van az a tényező, hogy
hogy vagy a kereszténység védelmében például. Tehát egyértelmű, hogy ott is mellettünk áll. Tehát a világ ilyen, hogy muszáj a szürke színeket is elfogadnunk, hogy nem tudunk minden, vagy mondjuk egy másikat, itt vannak a szláv államok, vagy itt van Fico például. Hogy mondjam csak, például látszik, hogy Ficóban bízunk most, hiszen háború ügyében, háború és béke kérdésében abszolút egyformán gondolkodunk, migráció ügyében is egyformán gondolkodunk. Nagyon messziről indultunk. Így van. És akkor itt jön az, hogy a bal jobb már mennyit ér. Igazából már a bal jobb már tényleg egy alávetett, vagy úgy mondanám, hogy fölülírt, létező dolog a bal jobb, de már nem meghatározó, hanem igen, valóban a globalista, szuverenista ellentét a meghatározó. Háttérben persze ott van a bal jobb is, ezt a két fogalmat nem kell elvetnünk, de nem biztos, hogy ez a legfontosabb. És a Ficónál is az van, hogy azért látjuk, hogy nagyon ingadozó. Tehát őnála meg az van, egy kicsit a szláv népeknél, meg a cseheknél, meg különösen erőteljesen az van, hogy ráadásul ott van most egy miniszterelnök, aki mondjuk elvileg jobb közép szinten állítja be magát, tehát pont a fordítottja, és mégis egészen egyértelműen csatlakozik a mainstream főirányhoz, az európai főirányhoz. Ficó pedig baloldaliként nem, de azért hozzáteszem, hogy ez legyen az én személyes véleményem, hogy Ficóban lehet bízni, de azért, ahogy régen mondta, azért ellenőrizni is érdemes. Tehát ő például egy olyan politikus, aki hát nem vagyok benne biztos, hogy minden szituációban majd ugyanazt fogja képviselni, tehát a szavazásoknál. Tehát amikor ha előtte nap a cseh kollégájával beszélget, vagy a lengyellel, az, hogy honnan milyen impulzus éri, mert azért, ha megnézzük egy közös szlovák-cseh sajtótájékoztató, az máshogy néz ki, mint egy magyar-szlovák találkozó. Abszolút, így van. Ez egy nagyon érdekes dolog, vagy most a csehekkel tárgyaltunk, és... Az nem sikerült túl jó. De ugye azért a sajtótájékoztatón mégis hát ugye olyan barátságosnak tűnő hangokat ütött meg mindkét fél, és erre rá másnap a cseh külügyminiszter mond egy olyat, hogy hát nagyon sok mindenben abszolút nem tudunk együtt haladni. A cseh külügyminiszter írt egy cikket a 444.hu-ra, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog például, hogy a magyaroknak emlékezni kéne 56-ra, meg 49-re. Igen. Szóval, hogy igen, nagyon érdekes mozgások vannak. Erről van szó. A szláv, főleg ez a közép-európai szláv világ, tehát cseh, lengyel. A lengyel is az egy külön adást megérne. Külön adást megérne, így van, mert ők középhatalomnak tartják magukat, és ők nyilvánvalóan, nekik meg az is egy fontos szempont, hogy ők úgy érzik, hogy a legnagyobbak közé tartoznak. Tehát francia, német szemmagasságba próbálják magukat elhelyezni. Ez egy rendkívül fontos dolog az ő megértésük szempontjából. Nyilván a szlovákok ezt nem tehetik meg, a csehek félig meddig talán, de a csehekre mindig jellemző volt, hogy erősen a Habsburgoknak is nagy hívei voltak mindig is egyébként, tehát ők nekik a Habsburg dinasztia az nagyon megfelelt. Erről személyes tapasztalataim vannak, hogy beszélgettem cseh emberekkel, hogy ők visszasírják még mindig a Habsburg monarchiát egyébként, mert hogy az milyen jó volt. És a csehek pedig azért, mint közép-európa, ők már úgy értik a közép-európai ságokat, hogy félig meddig nyugatiak. Tehát a cseheknél mindig előfordul ez, hogy hát akkor azért mi igazából oda, tehát mi nem fogunk úgy ellenállni. Tényleg mi magyarok azért ilyen szempontból valóban egy külön szférát képviselünk a magunk történelmével, amiben szintén nincs időnk belemenni. Vitathatatlan, hogy mi zászlóshajója vagyunk egyfajta szuverén, kurucos, mondjuk ki nyugodtan kurucos gondolkodásmódnak, és ebben nagyon következetesek tudunk lenni, szemben akár a V4-es országokkal, szemben egy csomó más országgal. Úgyhogy itt tartunk, hogy egy nagyon fontos fordulópont ez az év, szerintem az Európai Unió jövője, mindannyiunk jövője szempontjából itt Európában. Most a legtöbb elemző azt mondja, hogy valamennyi jobbra tolódás lát, de azért alapjaiban nem változik a történet, tehát valószínűleg a néppárt lesz a legerősebb frakció, bár ugye az Európai Bizottsági Elnököt tulajdonképpen majd az államok vezetőinek kell megállapodni. És Ursula von der Leyen szerepére kérdeznék rá, hogy ön szerint ő egy kulcsfigura, vagy egy kiszolgáló báb?
Utóbbi, nagyon határozottan úgy gondolom, hogy egyértelmű, és tulajdonképpen egész pályafutás alatt az volt. Tehát Angela Merkel embere volt ő. A pályafutását, ha megnézzük, 3 miniszteri pozíciót töltött be Merkel kormányaiban. Ugye volt családügyi, talán munkaügyi. Védelmi biztos, hogy volt ez. Védelmi biztos. És aztán a védelmi. Szóval vicces dolog azért, hogy a családügyi miniszter alkalmas a háború honvédelmi miniszternek. Na most nem is ez a lényeg. Állandó korrupciós ügyek is körbe veszik, keretezik az ő pályafutását. Egészen ugyebár természetesen a SMS váltásos a Barber Borulával, tehát a Pfizer elnökével való szerződéskötéséig, ami ugye hát egy elég komoly és nagyon súlyos dolog, mert azért mégiscsak 35 milliárd euró volt a tét. Tehát, de fontosabbnak tartom a következőt. Ursula von der Leyen abszolút a globalista elit bábja, tudnék, ő Németországban csúcstartó a Bilderberg részvételek számát illetően. Ő volt a legtöbbet Bilderberg találkozáson 2005-2006-ban, illetve 2008-2009-ben. Ez egyszer volt, például Scholz csak egyszer volt a Bilderberg tanácskozáson, de azért ő is volt, és őnek is vannak ügyei hamburgi főpolgármestersége idejéből, nincs időnk erre se. Csak az a lényeg, 4-szer volt, és a negyedik az 19-ben volt, májusban a Bilderberg konferenciával részvételni, ami mindig jól tudjuk, demokráciánk nagyobb dicsőségére teljesen ugye háttérben zajlik, és semmit nem tudunk róluk. És a lényeg az, hogy július 16-án ugye bizottsági elnök lett belőle. Úgyhogy nem ő volt eredetileg terve, hanem Manfred Weber, ugye? Abszolút. Egyébként a július 16, ez nekem egy különös dátum, akkor születtem ezen a napon, úgyhogy könnyű megjegyezni, főleg nekem. És hát a lényeg az, hogy gyakorlatilag azóta is ő a Világgazdasági Fórum aktív résztvevője. Utána néztem többszörösen ennek, többször felszólalt a Klaus Schwab féle rendezvényeken, és többször hitet tett a globális társadalom mellett, amit ugye Schwab a Great Reset című nagyszerű, kiváló eposzában, amelyet 2 hónappal a COVID kitörése után már letett az asztalra, COVID-19 2. Great Reset címmel, tehát egy gyors író emberrel állunk szemben. Tehát a lényeg az, hogy azóta is a WEF-nek minden egyes gyűlésén szinte ott van, és folyamatosan a háború pártiságot hangoztatja, és azt, hogy nagyszerűek ezek a, hát lényegében mondjuk ki, világkormányzással kapcsolatos Klaus Schwabi elképzelések. Én azt kérdezem ezek után tényleg nagy-nagy tisztelettel, hogy akkor Ursula von der Leyen kit is képvisel. Én azt gondolom, hogy egy valamit nem képvisel, Európát. És itt van a bajunk, hogy azt meg kell mindenáron akadályoznunk, és ezt mondja egyébként a magyar kormány és Orbán Viktor is, hogy ő még egyszer ezt a pozíciót betöltse. Akkor nyilván 5 évvel ezelőtt jobbnak tűnt, mint Weber egyrészt, másrészt egy 7 gyerekes családanya, harmadrészt Merkel embere, és Orbán Viktornak Merkellel például jó viszonya volt mindig is, több okból is, és Merkelrel mindig meg tudott beszélni dolgokat, tehát akkor Orbánnak is jó volt ez a megoldás. De hát eltelt 5 év, és látjuk, hogy nem a saját ura. És a háború kapcsán se állt folyamatosan, odaszaladt Bidenhez, és akkor Biden pedig elmondja neki, hogy akkor most ilyen intézkedések, ilyen szankciók, és így tovább. Ezt megtette már 2021 őszén. Már akkor elment Bidenhez, ami nagyon érdekes, mert nem háború ki se robbant, és már akkor beszéltek arról, hogy majd a szankciókat majd alkalmazni kell. Valahogy úgy valamit, mintha sejtettek volna, hogy ebből háború ez lesz. Ugye ez az az időszak volt, amikor már lehetett arról hallani, hogy NATO eszközöket telepítenek Oroszország köré. Oroszország már jelezte, hogy ezt azért mégsem kéne. Ursula von der Leyen elment Amerikához, majd Amerika egyébként ilyen kifejezetten pökhendi közleményekbe mondta, hogy a Putyinnak vannak téveszmélyei, meg egyébként is mi vagyunk itt a legerősebbek. Ez a korszak. Ez a korszak, így van, és hát lényegében véve azóta is ez a kapcsolat így néz ki Biden és Ursula von der Leyen, egy tulajdonképpen egy ilyen főnök beosztott viszonynak tűnik ez az egész, és ez minket egész 100%-osan érintít Európai Unióban.
Kínával kapcsolatban is elmondta Biden, hogy mit kell tenni Európának. Nemrég egy találkozójuk volt, és akkor a kínai szerepvállalással összefüggésben adta ki az utasításokat Ursula von der Leyennek. Tehát őnála azt látjuk, hogy ő igazából tényleg báb, aki egyszerűen követi az amerikai, de azért az amerikai demokrata kormány parancsait, ha tetszik, durván fogalmazva, és a demokraták mögötti, én ezt mindig hozzáteszem, soha nem felejtem el hozzátenni a globális elit szándékait, mert amikor az egész háborúról beszélünk, akkor a szereplők egyik fontos eleme éppen egyébként a globális elit és a világgazdasági fórum, amelyik a legmarkánsabb a minden gyűlésen, minden januári, meg most is volt egy gyűlésük, minden gyűlésen a felszólalók döntő többsége a háború mellett áll. Hát nem csoda, hiszen gazdasági, politikai érdekeik a világgazdasági fórumnak messze a háború mellett állnak, és Oroszország szétverése, gazdasági meggyengítése, hogy legyünk finomabbak, az ennek a globális pénzügyi és gazdasági elitnek abszolút érdeke. Már régen ott vannak Ukrajnában, és ezeket az érdekeket ők nem akarják feladni, hanem meg akarják őrizni, ezt Oroszország veszélyeztethetné. 3 percünk maradt, úgyhogy az lenne az utolsó kérdésem, hogy, és részben válaszolt is erről, hogy kik állnak Ursula von der Leyen mögött, hát lehet-e konkrét személyeket tudni, mert ugye ez is egy érdekes dolog, hogy hát sem a bizottság elnökét nem választjuk, sem azt, hogy milyen berendezkedés legyen, de azt azért mégiscsak jó lenne tudni, hogy ki mögött áll, meg ki mit képvisel, illetve ön szerint, ha esetleg mégiscsak von der Leyen lenne az Európai Bizottság elnöke, akkor milyen 5 év várna Európára? Borzalmas. Nem akarom nagyon cifrázni, rövid is az időnk. Tehát próbáltam mondani, hogy kik állnak egyrészt Ursula von der Leyen mögött, szerintem tehát a világgazdasági fórum Klaus Schwabék, de a másik, mondjuk ki a szokásos nevet is, Soros György, akivel szoros kapcsolatban van. Soros kapcsolatban. Soros, így van. Soros. Próbálják meg a hallgatók is ezt kimondani. Igyekezzenek, így van. Tehát nyilvánvaló, hogy képek mutatták ezt, többszörös találkozóik voltak Sorossal, itt egyeztet, de hát Soros maga is ugye azért ennek a Klaus Schwabi körnek az egyik integráns tagja, a kuratóriumi tagja is egyébként a webben Soros György. Tehát ezek így összefonódnak. És akkor tegyük hozzá azt a tényt, hogy nemrég az Európai Számvevőszék kimutatta azt, hogy 12 ezer lobbista cég van az Európai Unión belül, amelyik folyamatosan befolyásolja a döntéseket. Még én ennyit tennék hozzá, hogy ennek a 12 ezer lobbista cégnek a döntő része globalista hátterű. Megnéztem a finanszírozókat, csak 3-at említek, Rockefeller alapítvány, hatalmas pénzekkel, a Bill and Melinda Gates alapítvány és a Soros alapítvány. Tehát ezek adják a legtöbb pénzt ezeknek a globista cégeknek, amelyek abszolút behálózzák a bizottságot és az Európai Parlamentet, kevésbé az Európai Tanácsot, az nehezebb, és az a baj, hogy nem lehet számon kérni rajtuk a finanszírozókat, mert a szabályok még arra se jók az Európai Unióban, hogy ha akarják, akkor nem mondják meg a finanszírozó érdekeire hivatkozva. Tehát úgy tudnak befolyásolni, tehát hogy kinek az embere Ursula von der Leyen, az eddig említettek mellett, én azt gondolom, hogy ez az a rengeteg behálózott lobbista kör, akik jönnek a globális elit oldaláról, említettem az neveket és alapítványokat, azt gondolom, hogy ezek is ott vannak a döntések mögött, és éppen ezért a következő 5 év Ursula von der Leyennel, ha marad, ez sorsdöntő lesz, és sorsdöntő kérdésekre kell majd nekünk, magyaroknak is válaszolni, erre szerintem majd később érdemes visszatérni, hogy hogyan, meddig és meddig érdemes, és mikor, hogyan, milyen körülmények között érdemes ezt az Európai Uniót ebben a formájában, abban a formájában, hogy amit még inkább elképzelnek, hogy azt érdemese vállalni, vagy minden erővel egy totál, a mi irány, a szuverenista irányba átalakítva kellene fenntartani az Európai Uniót. Reméljük sikerül. Ha nem sikerül,
arra majd térjünk vissza, hogy akkor mit lehet kezdeni. Akkor, ha jól értem, akkor nem venne örökbérletet az Európai Unióba. Nem. Ez a mai végszó. Fritz Tamás, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is nagyon köszönöm. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.